Álom siratot. Igazi, klasszikus gyermekdarabokat és modern színpadi produkciókat is bemutattak Bács-Feketehegyen a hétvégén. 350 gyerek népesítette be a színházat. 20 általános iskolás korú csoport lépett fel. Nekem ez nagyon izgalmas volt, nagyon tetszett. Minden előadás volt, ami jó volt, és volt, ami rossz. Nagyon izgalmas volt a külön program, amit tartottak. A Vajdasági Magyar Drámapedagógiai Társasága a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel együttműködve, a Magyar Drámapedagógiai Társasággal és a Feketics Művelődési Egyesülettel közösen hozta létre a kétnapos programot. Ha látja az ember, hogy a gyermekeknek van valamiféle motivációja ez irányba, és élvezettel dolgoznak, vesznek részt a munkában, én azt hiszem, hogy mindenféleképp meg kell mutatni azt, amire képesek, illetve hát a munkánknak a gyümölcsét. Az alapvető cél, hogy felhívják a figyelmet a gyermekek művészeti nevelésének fontosságára. Emellett fókuszba kerül a közös nyelvi kultúra éltetése, a színház és a játék szeretetének hirdetése. Hogy mit csinál a színjátszás a gyerekkel, tehát hogy az életre készíti, hogy önmaga megbecsülésére neveli, hogy az értelmi intelligenciáját fejleszti. A találkozó nem a versengésre épült, a produkciókat háromtagú szakmai zsűri értékelte. A műhely találkozó legjobbja részt vehet majd a Magyarországi Vörös Sándor országos gyermekszínjátszó találkozó gála műsorán.